Idén ünnepelte alapításának 30. évfordulóját a Pécsi Református Kollégium és Gimnázium. Az ünnepi rendezvényre egykori diákok is érkeztek. A Pécsi Református Gimnázium 1994-ben alakult az alapító okirata szerint, ugyanakkor már 1992-re visszanyúlik a története, akkor a Kodály Zoltán gimnáziumban az ottani katonai osztály kivezetését követően egy református osztály indult el. A rendszerváltás után vagyunk, amikor is a Baranyai Református Egyház megye újra gondolta a református oktatásnak a helyzetét, és a korábbi polgári lányiskola épületér, ami a Szabadságúton volt található, a központi menza épületét kárpotlásban nem azt kérték vissza, hanem egy új területet igyekeztek abból az összegből, a kárpotlás érjáró összegből megvásárolni. Ez lett ez a telephely, ami annak idején egy gyártelep volt, egy irodaházzal, ifák álltak itt, több száz autógumi, és itt kezdődött el a református oktatás. Volt tanárok és diákok, régi barátok találkozhattak az intézmény udvarán, az Isten tisztelet előtt. Azért szívem csücske ez az intézmény, mert én a második évfolyamba jártam, tehát 2 évig még a Kodály gimnáziumba, az utolsó 2 évet pedig már itt töltöttük saját iskolánkban. Én 1997-ben itt érettségiztem, és hát így nagy örömöm, hogy most már 11 éve vezethetem azt a gimnáziumot, amelyben annak idején érettségítettem. A rendezvényen Hoppá Péter, mint az iskolát fenntartó igazgatói tanács elnöke is részt vett. Kiemelte, a hit megerősítése mellett ugyanolyan fontos, hogy a gyerekek megfelelő minőségű oktatásban részesüljenek. A rendszerváltoztatás után a baranyai reformátusok éltek azzal a törvény adta lehetőséggel, hogy a kommunista diktatúra által megszüntetett és bezárt polgári leányiskolát, középiskolát újraindítottuk. És ennek az évszáma 1994, úgyhogy ezért van, hogy most 30 éves jubileumot ünnepelhetünk. Azért van szükség erre, mert a sokszínű köznevelés, oktatás az plurális lehetőséget nyújt arra, hogy a szülők, akik adott esetben egy egyházi neveltetésben szeretnénk részesíteni a gyermekeiket, ők ugyanolyan adófizető állampolgárai Magyarországnak, mint akik állami iskolában, ideológia semleges iskolában szeretnék tanítatni a gyermekeiket. Ezért vált lehetővé a diktatúra vége után, a rendszerváltoztatás után, hogy egyházi iskolák újra nyissák a kapuikat. Emlékezzünk arra, hogy 1948-ban, amikor a kommunista diktatúra átvette Magyarország irányítását, akkor 1065 református iskolát vettek el az egyháztól, államosították őket, köztük a Pécsit, és az 1065 helyén egyetlen egyet engedtek megmaradni, a debreceni református gimnáziumot. És mára egyébként összességében nagyjából 300 református iskola működik Magyarországon, tehát körülbelül azt mondhatjuk, hogy a harmada, 40%-a indult újra, ennyire volt igény, és ezekben az iskolákban teltház van. Az ünnepélyes istentiszteletet követő, szeretett vendégség után megalakult az oktatási intézmény alumni köre is. Ennek elsődleges célja a kapcsolaterősítés a volt és a jelenlegi diákok, valamint az alma mater között. Az ünnepi alkalom közös énekléssel zárult.